Jó estét, eredményes, szép és jófoki gólokban gazdag kézilabdát. Vácváros sportcsarnokából jelentkezünk. Jelentem, a sportcsarnok zsúfoltságig megtelt, egy gombostűt is nehéz lenne leejteni. Fantasztikus hangulat várja a csapatokat, a GVM Vácot és a Siófok KC-t. Tabella szomszédokról van szó. A bajnokság negyedik és ötödik helyezettje csapma össze a naptári év utolsó előtti napján. Piros szerelésében a hazai csapat a Vác, fehérben pedig a Siófok, mely labdát szerez, és megszerezheti a mérkőzés első gólját. Schuknelli lövi telibe Barbara Arenhardt támaszkodó lábát. De Souza és egy Denise Dedu védés a túloldalon. Egy-egy kapus bravúrral kezdődik tehát a találkozó, mely igazi erőfelmérő mind a két csapat számára.
Vácnak még csak egyetlen egy veresége van 6 győzelem mellett. A Siófoknak 3 vereség csúszott be 5 győzelem mellé. A tabellán elfoglalt helyezése a váci csapatnak nem biztos, hogy mérvadó, ugyanis nívós ellenfelekkel, a tabella első helyezettjével abszolút nem találkoztak, még sem a Győr, se az Érd, se a Ferencváros, sőt még a Dunaújvárossal sem játszottak, ellenben a Debrecentől egy gólos vereséget szenvedtek, és a Fehérvár ellen is igencsak megizzadtak idegenben. Passzív jelzés a játékvezetőktől, és egy újabb deduvédés. Román válogatott hálóér, aki természetesen ott volt a világbajnokságon, fantasztikusan kezd. Esztelen Zeminko, friss világbajnok, francia válogatott kézilabdázó. Aranyéremmel tért haza Németországból. Olimpiai ezüstérm és Európa bajnoki bronzérme mellé szerzett világbajnoki címet. 27-essel játszó siófoki hölgy. A labda Katarina Jezsicsnél. Austin, majd pedig Damjanovic. Damjanovic is ott volt a németországi világbajnokságon, a szerb válogatott második legeredményesebb játékosa volt. Jó a blokk, lehet indulni. Radosavljevic, nem jó a keresztpassz. A támadás joga ismételten a Siófoké. Harmadik percben járunk, egyelőre gólt még nem láthattunk. Tényleg fantasztikus a hangulat. Visszatérő vendég vagyok itt már Vácon. Rengeteg mérkőzést közvetíthettem. Ennyi nézőt talán még sose láttam női kézilabda mérkőzésen. Hiába egy kerek hónapot pihent a kézilabda bajnokság, a KNTH Liga. Mert most visszatér az életünkbe, és hát a január nagyon mozgalmas lesz a csapatok számára. Damjanovic jó a váltás Bőme. És egy újabb védés a váciak csapatkapitányától, a világbajnok Barbara Arenhártól. Ő még a brazilokkal nyert világbajnokságot a szerbiai VB-n. Jovetic, de Souza, ő is brazil válogatott, és ő az első gól szerzője. Carolina de Souza tehát, aki megkezdi a gólok gyártását hazai részről, a labda pedig újra a Váci. Sárgalapos figyelmeztetés, az első mérkőzésen ő megkapja. Bőme is ott volt a világbajnokságon. Ösztegárt helyére került be a dán válogatottban az utolsó pillanatban. És hát 9 gólt jegyzett a világbajnokságon, 5-öt lőtt például Japán ellen. Csere közben Damjanovic helyére érkezik, Asmel Gaui. 4. percben járunk, GVM Vác, Siófok 1-0. De Souza, a mérkőzés eddigi egyetlen gólszerzője. Jó a beállóba vetett labda, és jó a befejezés is. Helen by Fanny az, aki feliratkozik a gollövők közé. Mikor törik meg a siófoki gólcsend? Ez most itt a legfontosabb kérdés. Lars Mastsen mutatja német Mazák Csillának, hogy nincsen egyenlőre csere. Siófok játékosa. Nála van most a labda, igazi védő specialista, a támadásokból csak ritkán veszi ki a részét. Jó a váltás Jezsicssel. Enzeminko egy pillanatra megcsúszik, betörés közben pedig kiperdül a kezéből a labda. A hosszú indítás jó. 7 méteres fog következni, és a mérkőzés első 2 perces kiállítása, illetve nem, sárgalapos figyelmeztetés Jezsicsnek. Szánya Radosavljevic egyébként 31 találattal a váci csapat házi gól királyának számít. De Souza vagy Dedu, Dedu vagy De Souza. 3-0-ra húzhat el a Vác. Meg is van a harmadik találat. Siófoki szempontból nagyon nem indul jól a mérkőzés. Damjanovic, Austin. Siófoki oldalon 4 addig Váci részről 3-an voltak ott a világbajnokságon, a két brazil, Arenhart és De Souza, illetve Jár Radosavljevic, aki a harmadik legeredményesebb volt a szerb csapatban. Damjanovic és Rüpes után
Sárgalapos figyelmeztetés Radosavljevicnek. Továbbra is 3-0. Nincsen még vendég találat akkor, amikor már a mérkőzés 6. percében járunk. Kamil Austin. Gyakorlatilag pont egy akkora rés volt ott, ahol elfért a labda. Tökéletes befejezés, megvan az első vendég találat. Kamil Austin tehát a szerzője. Szépen adogatja most a labdát a Vác. Dedu védés. Barján próbálkozott. A labda a Siófoké. Damjanovics. Mazák német újfön. Maradt fönn támadásban. Le a szélre, Suknelli. Vissza Mazáknak. Enze Minko, Kamil Austin. Mazák német helyére Bőme érkezik támadásban közben. Csuk vissza Bőmének. Damjanovics mutatja a figurát. Jó a váltás Jezsicsel. Minko. Damjanovics ki fog lőni. Gyönyörű lefordulás. Megvan a második vendég találat, ezzel 3-2. Jó a betörés szélről, a befejezés azonban hibázik. Jovetic próbálkozott. Az egyenlítésért támadhat Lars Rasmussen csapata. 3-0 után lehet 3-3. Minko és Bőme beszélte meg a figurát. Minko mutatja is azt most. Damjanovics vissza Minkónak. Bőme. Kéne egy ritmusváltás. Ellenbáj Fonni védekezett. Nagyon határozottan jár a szabad dobás. Damjanovics. Enze Minko le a szélre, Kamil Austin vissza Minkónak. Jó, a beállóba vetett labda, a befejezés azonban hibázik. Barbara Arenhart, a váciak csapatkapitánya hárít, a labda pedig a hazaiaké. Nincsen egyenlítés, a 4-2-ért rohamozhat a Vác. Le a szélre Jovetic, de Souza. Jó, a beállóba betett labda és egy deduvédés. Egy az egyben indul Bőme. Jó a befejezés, jó a pattintott lövés. 3-3. Damjanovics sárgult beközben. A játékvezetői páros nevével még adós vagyok. Herceg Péter és Südi Péter fújja a sípot a mai mérkőzésen. Közben védekezésben jön Elgaui. Ugye tavaly a Győrrel Bajnokok Ligáját nyert. Fél évig volt az Eto játékosa. Siófokról vitték el és Siófokra érkezett vissza. Varján, Lakatos, vissza Varjánnak. Határozott és szép védekezés, Helenbáj. De Souza, Lakatos lő. Megvan a negyedik hazai gól. Lakatos Rita is feliratkozik tehát a gólszerzők közé. Egy pillanatra megállítja a játékvezető a mérkőzést. Damjanovics ott küldik le a pályáról. Kiállítás nincsen. Első labdaérintés a mai mérkőzésen 34-esen játszó Ferencinek. Minko Bőme mutatja a figurát. Jó a váltás.
És egy rossz passz, Bőme és Ferenci nem értették most egymást. 4-4 helyett újra elhúzhat a Váci csapat. Radosájevics a szélről. 5-3 ezzel. Jól látom, Damjanovics nyakát kellett lerakasztani. Lehet, hogy az egyik hazai játékos körme fölsértette azt is, hogy vérző játékos nem lehet a pályán. Ez volt az iménti momentum oka. Bőme, a labda Damjanovicsé. Jovetics volt határozott, nyomozta a labdát, jár a szabaddobás. Enze Minko, talpról telibe Barbara Reinhardtot, és a második kísérlet sem jó. Mind a két oldal jó kapus teljesítmény egyelőre, Barján. Már a 11. percben járunk. GVM Vác Siófok 5-3, és a mérkőzés első két perces kiállítása. Katarina Jezsicset küldik le. Világbajnoki szünet alatt egyébként a Siófok nem játszott edzőmérkőzést. Az erőléti tréningekre helyezte Lars Rasmussen a hangsúlyt. Közben egy dedu védés. A GVM Vác viszont két mérkőzést is játszott. A Ferencvárostól 35-29-re kaptak ki. Damjanovics nyakáról jött le a ragasztás. A játékvezető pedig újból leküldi őt. Így van. Damjanovics nyaka vérzik. És vérző játékos nem lehet a pályán. Ez ragaszkodik Südi Péter. Illetve a másik edzőmérkőzés, a Kecskemétet nagyon simán 44-28-ra verte meg Szilágyi Zoltán csapata. Dedut hozza le a kapuból Lars Rasmussen. Ugye ne feledjük, ember hátrányban támad most a Siófok, mely így mezőnyben egalizálta a létszámot. Elgaui, Bőme. Bőme Minkónak, jó váltás Ferencivel. De Szóhúza szabálytalankodott. Ferenci, Elgaui. Bőme lő, jó a blokk. Kapu pedig már nem üres, Dedunak sikerül visszaérnie. Barján talán egy pillanatra elgondolkodott rajta, hogy elengedi a labdát. Abban a pillanatban lő nem biztos egyébként, hogy Dedu visszaért volna. 5-3-as mérkőzés állás akkor, amikor a 13. játékpercet kezdik meg a csapatok, 40 másodpercig pedig ember előnyben támadhat a Vác. Jó, a beállóba vezette labda. Egy újabb kétperces kiállítás és egy 7 méteres fog következni. Minkót küldték most le a játékvezetők. Nagyon-nagyon nehézkesen indul ez a mérkőzés siófoki szempontból. Kettős ember hátrányban lesz Lars Rasmussen csapata, 36 másodpercig. De Souza értékesítette a 7 méterest, ezzel 6-3. Souza már 3 gólos. Jól látom, akkor Damjanovics egy tépet kapott a nyakára. Az már talán nem jön le, teljesen körbe ragasztották. Nem tudom, esetleg ez nem fogja zavarni őt a játékban. A gól érvénytelen, annulálja a játékvezető, ugyanis Lars Rasmussen letette az időkérést, jelzőkártyát. Nagyon rossz pillanatban, a vezetőedző elnézést is kér a csapattól. Hát ez van, ezt már nem lehet visszavonni. 12,5 perc játék után, tehát GVM Vác, Siófok 6-3. 7 másodpercig még él a kettős ember hátrány vendég részről, majd pedig 1-20-ig még ember hátrányban lesz majd a Balatonparti együttes.
Lars Rasmussen időkérését követően 6-3-ról folytatódik tehát a mérkőzés, és első labdaérintése ez ebben a pillanatban az ötös számú Melinda Geigernek, akinek érkezését ma jelentette be a Siófok KC, a román válogatott hölgy. Az ősz folyamán még a Bajnokok Ligájában szerepelt, a francia Brest csapatában. Egy nemzetközileg is elismert, rutinos kézilabdázóval erősödik tehát a balatonparti csapat. Az első lövése nem jó Geigernek, blokkot kapott az. Hoppá-hoppá, és nehogy valami sérülés legyen. Rátos Áviev is találkozott a bordás fallal, és nem ér egyenlőre vissza Austin. A labda Damjanovics, és jó a befejezés. Karen Hart nem érti, és reklamál. Damjanovics az első siófoki játékos, aki eléri a két gólos határt. 6-4-re módos lesz a mérkőzés állása. Melinda Geiger szintén ott volt a németországi világbajnokságon a román válogatottal, csak úgy, mint Denisa Dedu. Szélről Jovetic, a kapufáról kipattanó labda, pedig a Váci. 20 másodpercig még ember hátrányban a Siófok. Lehet azt mondani, egészen jól jön ki a kettős ember hátrányból Lars Rasmussen csapata. Az ejtés viszont jó a szélről, jár Rado Sájevics-től. Hazai 7-4, akkor amikor a 15. percben járunk. A labda Melinda Geigernél, kétszeres román bajnok, egyszeres német bajnok a Thüringerrel, tavaly pedig a Brest-tel szerzett ezüstérmet Franciaországban. Európa-bajnoki bronzérme és világbajnoki bronzérme is van 2010-ből és 2015-ből a román válogatottal. Jó játékot és sok gólt várhatnak tőle a siófoki szurkolók. Sergalapos figyelmeztetés a három gólos, de Szózának, és 7 méteres fog következni, melyet nem Barbara Arenhart, hanem a 33-as játszó Subasára fog védeni. Zúga Subi Subi, ezzel próbálják a hazai szurkolók biztatni az újonnan érkező kapuvédőt, Damjanovics vagy Suba, Suba vagy Damjanovics. Damjanovics nyeri kettejük párharcát. Siófok pedig nem engedi el ellenfelét jobban. 7-5 akkor, amikor a 16. percben járunk. Suba csak a 7 méteres erejéig érkezett. Arenhart már ballag vissza a golvonal irányába. Ötössel Hámori. Lakatos. Vissza Hámorinak. Kettejük párharcát követően. Jó a betörés, és újabb 7 méteres fog következni. Lakatossal szemben a falt. És 31-essel Szemerei érkezik. Lars Rasmussen is tehát a 7 méteres erejéig kapuvédőt cserél. De Souza ezt is nagyon magabiztosan értékesíti. Gyakorlatilag lövőcsel nélkül. Ez volt a negyedik gólja a brazilnak, a harmadikat szerzi 7 méteresből. És hát 3 gól a különbség a két csapat között. 8-5-re vezet a Vác. Minko kéri a labdát és mutatja a figurát. Melinda Geiger. Noha az igazolását csak ma jelentették be. Már a siófoki csapattal edzett, tehát nem ismeretlen a csapattársak számára. Illetve hát ugye válogatott beli csapattársa Denisa Dedu, valamint például Katarina Jezsicsel még a Bayern Mare csapatában együtt játszottak a román bajnokságban. Csúnyán mellélő most 99-es játszó Diószegi Nikolett. Először lehetett volna 4 gólos a különbség a két együttes között. Ez azonban most nem jött össze. Geiger Minkónak. Damjanovics kezéből kiperdül a labda, de megvan. Geiger. Jobb átlövő. Azért is volt nagyon fontos az ő leigazolása, mert ugye Januszewicz és Perianu sérülését követően Gnabolyu nemrégiben jelentette be, hogy anyai örömök elé néz, és a Siófok KC
közös megegyezéssel szerződés bontott a francia játékossal. Geigerért egyébként nem fizetett átigazolási pénzt a Siófok KC. A játékos és a francia Brest közös megegyezéssel szerződést bontott. És hát nagyon komoly karácsonyi ünnepek alatti munka áll az mögött, hogy Melinda Geiger most bemutatkozhat és a Vác ellen már játszhat. Új csapat a segítségére lehet. Komoly értékmérő az, illetve sok mindent elmond, hogy az ősz folyamán a Bajnokok Ligája csoportkörében 22 gólt szerzett. Csak szabaddobás. 19. percben járunk, GVM Vác, Siófok 8-5. De Souza, a mezőny legeredményesebb játékosa, Lakatos le a szélre. De Souza lő, Denisa Dedu véd a kipattanó. Kipattanó Radosavljevicsé, aki kegyetlenül kihasználja azt. 9-5, először három gólos különbség a két együttes között, akkor, amikor a 19. percben járunk. Ez is négy gólos a különbség, ha eltévesztettem volna. Közben Minko az, aki mutatja a figurát, a labda már Damjanovicsnál. Jó a váltás, Elgavi vissza Damjanovicsnak. Geiger. Vele szemben a falt. Szaggatottan kívüli szabaddobással jöhet a Siófok. Damjanovics. Geiger le a szélre. Csukneli épp, hogy össze tudta szedni. A lövés pedig Arenhardt védi. Barbara Arenhardt gyakorlatilag lehúzza a rolót. 20 perc alatt kapott 5 gólt a brazil háróőr. Nem a kapott, a lőtt gólok számával van a probléma siófoki oldalon. Ez a Minko lépett ki zavaróba. Csak szabaddobás. Hámori Konszélával szemben a szabálytalanság. Szamoránk Piroska végezte el a szabadot. Jó a passz, a befejezés hibázik, a kipattanó azonban megint Radosavljevicsé. De Souza. Egy kis ötlettelenség most az akcióban. Lassan passzív, így van, fel is teszik a játékvezetők a kezüket. Szamoránszki Lakatosnak le a szélre. Nem túl jó a szög, és nem túl jó a lövés. Ez pedig két perces kiállítás kell, hogy legyen. Mondom én, de csak egy sima szabálytalanság. Diószegi lövése révén, tehát az imént nem lett meg a 10. hazai találat. Nem nőtt tovább, tehát a két csapat közti különbség egyelőre. Geiger. Damjanovics. Kamil Osztin mozog vissza a szélről. Geiger. Lakatos volt szabálytalan. El tud-e mozdulni erről az 5 gólról a Siófok? Belemenés, Elgai volt szabálytalan. Nincsen belemenés. Radosavljevics pedig meglövi a Vác 10. gólját, Römmök a 4. találatát. Határozottan úgy éreztem, hogy az iménti az belemenés volt. A játékvezetők nem így látták. Lars Rasmussen próbálja forgatni a csapatot. Támadásban jön ismételten Ferenci. Öt gól a mai modern kézilabdában abszolút nem ledolgozhatatlan. Ahhoz, hogy azonban ez sikerüljön, határozott javulásra lesz szükség a támadó játékban. Ferenci Minkónak. Geiger. A labda benn van.
Melinda Geiger első gólja a Kántán női kézilabda ligában, illetve siófoki színekben. 10-6, sikerült tehát elmozdulni a balatonparti csapatnak arról az 5 gólról. Nem számoltam a perceket, de jó pár minutunk kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen, és hát ez idő alatt újból ellépett a Vác. Láthatóan a védelemben való váltás Enze Minko zavarója. Nem ízlik támadásban a hazai csapatnak. Így van, labdaszerzés 3-1-ben lehet menni. Elgáui ott az ittszer. A Reinhardt fölkínálta a bal fölsőt. Elgáui pedig odalőtt, nem ért oda a brazil. És ebben a pillanatban Szilágyi Zoltán az, aki időt kér. Visszajön 3 találatra a Siófok KC. Szilágyi Zoltán időkérését követően, tehát Váci akcióval folytatódik a mérkőzés. 10-5-re is vezetett a hazai csapat, most azonban 10-7 tetszeleg az eredményjelzőn, akkor amikor valamivel kevesebb, mint 7 perc van a fél időig. Ebbe a labdába is beleért Minko. Jó a beállóba vetett labda és jó a befejezés. Ámori Consuela, gólszerző. Illetve nem Hámori, hanem Szamoránszki. 5-ös, csak az egyik 15-ös, a másik pedig tényleg 5-ös. Első gólja volt az iménti Szamoránszkinak. Enze Minko az, aki a figurát mutatja. Damjanovics. Kamil Austin. Geiger megy föl, és lő egy hatalmas gólt. Két gólos a friss igazolás. 11-8-ra módosul ezzel a mérkőzés állása. Hazai részről Radosájevics és De Souza jár 4-4 gólnál, azzal a különbséggel, hogy De Souza ebből 3-at 7 méteresből érte. Gyönyörű játék. Szamoránszki még egyszer. 12-8. Geiger, Minko, majd pedig Damjanovics. Szélről visszamozgó Austin, Minko, majd pedig újból Gerger. Ez a lövés mellé megy, sárgalapos figyelmeztetés, a támadás joga pedig marad a Siófoknál. Szamoránszki kapott sárgalapot. Ezek a percek, másodpercek most róla szóltak, két gól és egy sárgalap. Kevesebb, mint 5 perc a fél időig. 4 gólos hazai előny, Elgáui. Damjanovics talpról, Reinhardt véd. Visszaállhat az 5 gólos differencia. Félig meddig kínai, és egy újabb Szamoránszki gól. Szamoránszki piroskát most nagyon megtalálták a játékos társak. Lars Rasmussen időt kér másodszor is. Bimbo Tamás adta Lars Rasmussen kezébe a kis táblácskát, melyen elmutogathatja a taktikai változtatásokat, utasításokat.
Lars Rasmussen második időkérését követően. 13-8-as mérkőzés állástól folytatódik a találkozó, akkor, amikor 4 perc van még a fél időig. Közelebb kellene egy picit úszni a hazai csapathoz. Ez gólra, gólokra lenne most még szüksége. Jó, beállóba betett labda. Nincsen 7 méteres, de van egy 2 perces kiállítás. Első hazai oldalon. Elgaui gólját láthattuk. És Lakatos a kiállított játékos. Nézzük tehát, mire megy az ember hátrányos szituációval a váci csapat támadásban. Szilágyi Zoltán lehozza Barbara Arenhártot a gólvonalról. Barján az, aki érkezik támadásban, egalizálva ezzel a létszámot. Belemenés, így van, üres a kapu. Visszarendeli a játékvezető a szabaddobást. És egy újabb 2 perces kiállítás, Hámorit is leküldi a játékvezetői duó. Hatalmas lehetőség előtt tehát a Balatonparti együttes. 1 perc 39 másodpercig játszhatnak emberelőnyben. 4 a 6 ellen mezőnyben. Ki kell használni, közelebb kell lopozni legalább 2 góllal. És természetesen gyakorlatilag egyértelmű, nem szabad gólt kapni. Geiger, jó a betörés, jó a befejezés. Remek debütálás eddig Melinda Geigertől. Már 3 gólos a román válogatott átlövő. 13-10 ezzel. Kell egy nagyon jó és határozott védekezés most. Camille Ostinkin zavaróban. Radosávje Vizsda Szóhúzza, jó labdaszerzés. Camille Ostin passzol Minkónak, egy az egyben ott az ígyszer és ott a gól. 13-11. Sokat mondó adat és információ, hogy ez volt Enze Minkó első találata csak a mai mérkőzésen. Reméljük, hogy az első, de nem az utolsó. Esztel Enze Minkó egyébként a norvégok elleni világbajnoki döntőn, melyet 2 góllal nyert meg a francia válogatott, 3 gólt is szerzett. Da Souza lövése a kapufáról perül ki. 15 másodpercig még 2-es ember előnyben a Siófok. Feljehet jönni 1 gólra. Hát mögötti passz. Geiger kér elnézést a többiektől és a kispadtól. Nagyon nagy lehetőséget szalasztott most el a Balatonparti együttes. 5 gólról vissza lehetett volna jönni egyre. Szilágyi Zoltán az, aki időt kér újfent. 13 másodperc még a szimpla ember hátrányból, és a váci csapat is kiegészül. Valamivel picit több, mint másfél perc van vissza az első félidőből. 13-11-es mérkőzés állás. Szilágyi Zoltán időkérését követően másodperceken belül kiegészülhet majd a váci csapat. Másfél perc még a fél időig. Radosavljevic passzol Lakatosnak. Lakatossal szemben a falt. Nagyon jót tett a siófoki csapatnak az, hogy váltott Lars Rasmussen védekezésben. A kilépő emberek, a zavaró emberfogások megzavarták a támadó játékát a hazai együttesnek. Labdaszerzés lehet menni.
Bőme egy az egyben, ott az ittszer, és jó a befejezés. 13-12. Jelentem a félidő végére, visszajött a mérkőzésbe a Siófok KC. Ez nagyban köszönhető az új szerzeménynek, Melinda Geigernek is, aki 3 gólt lőtt, illetve Lars Rasmussen taktikai változtatásaira, melyek védekezésben eddig ülnek. Fél percen belül a szünetig. Hatalmas hazai gól. Kácsor Gréta a gólszerző. 14-12 ezzel. 20 másodperce van a Siófoknak, hogy válaszoljon még a szünet előtt. Damjanovic, Melinda Geiger. Jó a testcse, jó a befejezés. 10 másodperc a szünetig. Vajon figyelik-e az órát a váci játékosok? Ott az ittszer. Dennis a Dedu. Beleér, de hárítani nem tud. Hámori Consuela tehát az utolsó gól szerző. Yeah, az első félidőben. 30 percnyi játék után. GVM Vác, Siófok KC 15-13. 10 percnyi szünet után jövünk vissza a második félidővel. Tartsanak akkor is velünk.
két gólos hazai vezetés a GVM Vác Siófok mérkőzésen, a Kántán női kézilabda liga utolsó 2017-es mérkőzésén. Egyébként komplett fordulót rendeznek. A Ferencváros már lejátszottam a Dunai Város elleni találkozóját. 7 góllal nyert a Fradi. Velünk egy időben is zajlanak mérkőzések, illetve este rendezik majd 8-ai kezdettel a DVSC és a Békés Csaba összecsapását. Fehér szerelésben a Siófok, pirosban pedig a Vác. Mondom azoknak, akik esetleg most csatlakoztak be a közvetítésbe. Damjanovics, nem jó a passz Minkónak. Vendég szempontból nehézkesen indult egyébként a mérkőzés. Barbara Arenhart remek védéseket bemutatva bizonytalanította el a lövőjátékosokat. Majd jött az új igazolás, Geiger Melinda, aki 4 gólig jutott, illetve a védekezésbeli változtatások lehetővé tették azt, hogy 5 gólról visszajöjjön a Siófok 2-re. Itt tartunk most, van 29 perc arra, hogy Lars Rasmussen csapata megfordítsa a mérkőzést, és elvigye a két bajnoki pontot. Innen a Vácvárosi sportcsarnokból Tasouza, ő is 4 gólos, 3-at büntetőből lőtt. Hámori Consuelával szemben a falt, fönn a játékvezetők, kezelőni kell, és el is veszik azt. Közben még azért Edu spárgázott egyet. Egyik oldalon sincsen tehát meg a második fél első találata. Gyönyörű cselekés, egy betörés Geiger Melindától, aki már a 5 gólos és a mezőny legeredményesebb játékosa, úgyhogy gyakorlatilag az első 10-13 percben nem is lépett pályára. És nem láthatjuk ma még Balatonparti részre Erdős Ildikót. Ugye nagy kérdés, hogy most egy fölépült Kamil Austin és közte hogyan osztanak majd meg a játékpercek. Jó a lövés. De Souza is 5 gólos. Csak úgy, mint Geiger Melinda. Ez egy gyenge kísérlet, de szabálytalankodtak Damjanovics-sel szemben. 16-14, 33. percben járunk. A labda Geigernél. Minko és Geiger kommunikálnak. Damjanovics. Jó váltás Damjanovics és Geiger között. Le a szére Bőmének, ott nem lehet betörni. Elmozgott a szélső, fönn a játékvezetők, kezelőni kell. Damjanovics, gyönyörű lefordulás, és micsoda gól. Klasszis lefordulást láthattunk, Damjanovics 4 gólos, és közte csak egy, 16-15. De Souza passzolt tovább. Kácsor. Souza. Szabad dobás. Marad a labda a Vácnál. Kettes figurát láthatjuk. Souza. Denis a Dedu rajta volt és mellé nyúlt. De Souza 6 gólos, ezzel most ő a mérkőzés legeredményesebbje. Határozott védekezés. Ahelyett, hogy most az egyenlítésért támadna a Siófok, újból futhat az eredmény után. Geiger. Minko. Jó passz Damjanovicsnak. Hámori védekezett határozottan. Ő meg Eigernek. Minko. Jó a beállóba vetett labda és jó a befejezés is. A gólszerző Katarina Jezsics. Ez volt Jezsics második találata a mérkőzésen. 17-16. Ugyanazt már említettem,
tabella szomszéd a két együttes, és ha ma nyerne itt a Siófok, akkor pontszámban be is érhetné a Vácot, mely egyre kevesebb mérkőzést játszott eddig, köszönhetően a nemzetközi kupában való szereplésért. Egy Denisa Dedu védés. A játékvezetők azonban szabálytalanságot véltek felfedezni. Így egy újabb 7 méteres következhet. Szóza nagyon szívesen átadta volna Kovácsnak a lövés jogát. Azonban Kovács visszaadta azt a brazilnak. És hát hihetetlen pekhe van Denisa Dedunak. Az első félidő végén is az utolsó Váci lövés róla pörgött be. Az imént mellé nyúlt, olvasta a lövést, és most is bepörög róla. Antoni Parecki, Siófok kapus edzője, ad most tanácsokat kapuvédőnek. Közben a Reinhardt védését láthattuk, és hiába jött közel egy gólra. A Siófok most újból három lehet közte. Marad a labda a Vácnál. Ellenbáj az, aki elvégzi a szabadot. 9-essel érkezik Kovács Patrícia támadásban. Hámoritól kapja a labdát, majd pedig adja vissza. Ellenbáj. Újabb 7 méteres. Ha jól számolom, a 6. 7 méteresét lőheti a Váci csapat. Ezúttal Kovács lesz az, aki lő. Kovács vagy Dedu, Dedu vagy Kovács. A kapuvédő nyeri a párharcot. Nagyon fontos momentum lehet, de kellene most a gól. Reinhardt reklamál a játékvezetőknél. Közben pedig szép lassan. Már a második félidő 8. percében járunk. Enzeminko. Jezsics tovább Damjanovicsnak, majd pedig már Geiger. Jezsics fut keresztbe labdával a fal előtt, passzol, jó a váltás. Még egy passz, gyönyörű játék, és ott a befejezés. Bravo! Enzeminko második gólja a mai mérkőzésen. Még egy pár ilyet kérünk tőle. Újabb 7 méteres. Számolatlanul lőheti a büntetőket a Váci csapat most. Szóza az, aki újból odaáll. Kapufáról kipattanó labdát pedig kiszedi össze a Váci, aki Mazák Német és Bőme elaludt egy picit. Rádos Ávjevics az, aki összeszedte a kipattanót. Az első félidőben a szélről is megszerzett párat. Egy-egy kapufa vagy Dedu védést követően. Egy gólos különbség, a labda pedig a Siófoké. Dedu eladja a labdát, nem jó az indítás. A túloldalon pedig jó a befejezés. Rádos Ávjevics a gólszerző. 5 gólos a szerb. Ezen a mérkőzésen ez hatalmas luxus. Először lett volna lehetősége a Siófoknak az egyenlítésre. Ez most nem jött össze. És hát mentálisan, lélektanilag nagyon fárasztó az, hogy egy csapatnak folyamatosan futnia kell az eredmény után. A Siófok pedig gyakorlatilag 38 perce ezt csinálja. Jó Damjanovics betörése, ott az újabb gól, 19-18. Damjanovics is 5 gólos. Kéne egy jó védekezés. A labda a Siófoké, ezt most nem kéne elsietni. Damjanovics robog. Vele szemben egy igen sportszerűtlen szabálytalanság nem engedte el. 96-ossal játszó Ellenbáj, Damjanovics, aki így hatalmasat zakózott. Nincsen 2 perces kiállítás. A labda Minkó kezében. Jezsics az, aki végül elvégzi a szabadot. Kérem szépen, az egyenlítésért támadhat a Balatonparti együttes. A labda Geigernél. Minkó Damjanovicsnak, majd pedig kapja vissza a francia.
Jó a váltás Damjanovic, majd pedig Minko le a szélre, Austinot nem lehet betörni. Damjanovic, Lakatos védekezik szépen, micsoda labda. Jelzsic a gólszerző, 19-19, ráadásul egy kétperces kiállítás is Lakatosnak. Újra meccsben a Siófok. Gyakorlatilag az első perctől fogva vezetett Szilágyi Zoltán csapata. Volt 5 gólos differencia és a két együttes között. Most olyan, mintha egy új mérkőzés indulna. Van 20 perc a csapatoknak arra, hogy eldöntsék a két bajnoki pont sorsát, vagy nehogy Isten megosztozzanak azokon. Ez egyébként a két csapatnak a 21. NB1-es bajnoki mérkőzése egymás ellen, és hát a mérleg nyelve igencsak Váci irányba mozdul el. 5 siófoki győzelem, 1 döntetlen és 14 váci siker. Ez az örök mérleg, és Vácon csak egyetlen egy alkalommal tudott nyerni a Siófok KC. Még 2016. március 26-án, akkor 24-26 volt az eredmény, egy szintén nagyon szoros mérkőzés, és a túloldalon is egy kiállítás, Bőme kap egy kis extra pihenőt. Egy perc 27 van még a Váci kiállításából, addig lesz tehát egyenlő a létszám, majd pedig jön egy rövid Váci emberelőny. Melyik csapat mozdul el a 19-19-es mérkőzés állásról? Mire ezt kimondom, meg is van a válasz. Rátos Árjevics 6. gólja adta meg azt, 20-19 ezzel. Lars Rasmussen hívja le Dedut, Ferenci pedig mehet föl támadásban. Ezzel létszámfölényt teremtve, közben egy 7 méteres. Minko lövését védte Arenhardt, azonban a vele szemben védekező Hellenbay Fanni szabálytalan volt. Damjanovic lesz az, aki elvégezheti a büntetőt, és ha belövi, akkor a Siófok legeredményesebb játékosa is lehet. Most fejfej mellett állnak Geigerrel, 5-5 góllal, lövőcsel nélkül, oda se nézett gyakorlatilag. 20-20, Damjanovic 6 gólos. A Váci lányoknak a kezében egyébként 6 tétmérkőzéssel több van. Ugye indulhattak a nemzetközi porondon az EHF kupában, ahol 3 fordulót meneteltek. Az első körben izraeli ellenfelüket nagyon könnyedén győzték le 2-es győzelemmel. 90-35-ös összesítéssel, közben pedig egy újabb gól. Hellenbay Fanni második találata. 21-20 ezzel. Visszatérve az EHF kupára, a második fordulóban egy bravúr eredmény. Egy német élcsapatot sikerült búcsúztatni a Szilágyi Zoltán csapatának. Egy idegenbeli 6-6-os verést követően hazai pályán sikerült 55-55-re kihozni a párharcot és tovább jutni idegenben lőtt több gollal. Majd pedig Törökországban jött a búcsú, 2-es vereség és búcsú a nemzetközi poronttól. 21-20 tehát, 18 perc van a mérkőzésből, ez pedig egy rossz passz, nem volt szabálytalanság. Dedu visszaér a gólvonalra, és gyakorlatilag 10 másodpercen belül kiegészül a Siófok KC. Szóza, jó a lőtt passz a szélre, és jó a befejezés is. Rádos Ávjevics már 7-nél tart. Újra 2 gólos hazai előny. Minko, Geiger le a szélre Bőmének, jó a passz, beállóba betett labda, azonban nem. Játékvezetői ítélet most felháborodást kelt a hazai publikumban és a kispadnál is. Jezsicset visszahúzták, a játékvezetők legalábbis így látták, és az van, amit ők ítélnek. Jezsics Geigernek nagyon kellene a gól. Nincsen gól, Damjanovic reklamál. Támadhat a Vác, mely újból 3 góllal vezethet. Nincsen meg a labda, Dedu védés, ki lesz a kipattanó? Nagyon önfeláldozóan Bőme, aki eldobja. Kérem szépen, eldobja Bőme a labdát.
érzi a váci közönség is, hogy nagyon fontos támadás következik, igaz, hogy még nagyon sok van vissza, de újra 3 góllal vezethet a csapat. Szóza, jó a váltás. Lépés miatt elveszik a labdát. Kéne egy gyors befejezés, Minko robog, és Arenhardt véd. Csarokdobással folytatódhat a mérkőzés. Ezek most nem a Siófok percei. Eladott labda, rossz passz, rontott zicser, kellene a gól. Damjanovic, Austin vissza Damjanovicnak. Geiger. Jó a befejezés, kiszorított szögből, egy picit meg is lökték. Geiger is 6 gólos, csak úgy, mint Damjanovic. A mérkőzés eddigi legjobbja, legeredményesebbje, azonban a túloldalon Radosavljevic, aki 7 gólnál tart. Kovács Patricia mutatja a figurát, 22-21, akkor, amikor 15 perc van vissza a mérkőzésből. Semmi nem dőlt még el. Helembaj. Kovács. A kipattanót újfent a váciak szerzik meg. Helembaj a gólszerző. Ezekre a fránya kipattanókra kellene figyelni. Geiger, Minko, micsoda cselek, gyakorlatilag betáncolt a francia, Zicsert alakított ki magának, gyönyörű egyéni teljesítmény, 23-22, Minko 3 gólos, tőle azért ennél picit többet várhatnánk. Vajon jön-e a hajrára Erdősi Ildikó? Szépen passzolgat most a Vác. Dedu védi most Radosavljevic lövését, és ott a lehetőség az egyenlítésre. Roppant nagy az iram. Hámori fogta meg Minkót, aki reklamál a játékvezetőknél. Csak szabad dobás. Pályán támadásban Elgaui most. Geiger bőmének, majd pedig kapja vissza. Minko mutatja a figurát, majd passzol tovább Damjanovicnak. 23-22, lehet egyenlíteni. Elgaui, kéne egy ritmusváltás. Geiger, ott a hely, jó a pattintott lövés, Barbara Arenhardt leült. Az új igazolás Geiger Melinda utoléri Radosavljevicet 7-7 találattal, ők ketten a legeredményesebbek a mai találkozón. 23-23, 13 perc van vissza a mérkőzésből. Kovács, Helembaj vissza Kovácsnak. Jó, a beállóba betett labda, 7 méteres, és egy 2 perces kiállítás is. Ezt most elég szigorúnak érzem, megmondom őszintén. Jó lenne, ha a játékvezetők nem nyúlnának bele a mérkőzésbe. Huszassal Lakatos lesz az, aki elvégzi a büntetőt. Picit megtáncoltatja Dedut, aki nem inog meg és kivédi a büntetőt. Nagyon sok 7 méteres lőhet egyébként a bajnokságban a váci csapat. Eddig a mérkőzésig 41-szer próbálkozhattak és csak 27-et lőttek be. Ez az arány ma akár tovább is romolhat, nincsen most pontos százalék az orrom előtt. 7 vagy 8 kísérletből 2-t hibáztak, egynél pedig csak a szerencsém múlott, hogy végül becsorgott a labda. Hatalmas lehetőség előtt a Siófok, először vezethet Lars Rasmussen csapata. Jó azonban a blokk, így nincsen meg ez a bizonyos vezetés. A hőnámított vezetés. A labda már Lakatosnál. Egy pillanatra sem lankadnak a felek,
újabb 7 méteres, Jezsics nem érti, Lars Rasmussen nem érti. Jezsics belekapaszkodott ellenfelébe. Ha így megy tovább, akkor elérheti a 10 darab büntetőt is a váci csapat. Souza próbálkozik most, ő belövi. De Souza 8 gólos. És újfent a Vác tud elmozdulni egyenlő állást követően a győzelem irányába. Ne feledjük, ember hátrányban van, a Siófok 40 másodperc múlva egészülhet ki a Balatonparti együttes. Geiger. Kiváló vételnek tűnik eddig a román hölgy. Jó a lőtt passz Minkónak. Kamil Austin. Kéne egy remek egyéni teljesítmény, egy klasszis villanás, most ember hátrányban. Minkó, Damjanovic, fönn a játékvezetők keze. Geiger, jó a passz! És ezt már nem engedték a játékvezetők, illetve a Reinhardt védett is. 24-23 és újfent a váci csapat az, aki elmozdulhat és akár 2 gólol is vezethet. A Reinhardt hergeli a közönséget, a szurkolók rá is erősítenek. Mint Kés a vajon, Kovács Patricia a gólszerző, első találata 25-23. Nagyon fontos momentumok ezek, és most kell nagyon ott lenni a siófoki játékosoknak fejben. Közben ugyebár kiegészült a Siófok támadásban, Jezsics helyett érkezik Elgaui. 10 perce van Lars Rasmussen csapatának, hogy a most meglévő 2 gólos hátrányt ledolgozza, és a saját javára billentse el a mérleg nyelvét. Geiger le a szélre, ott bőme nem tud bemenni. Határozott és szép védekezés, a Reinhardt tombol. Damjanovic, Enze Minkó, nem jó a beállóba vetett labda, nyúlott Elgaui meze. Gyakorlatilag ezért az előbb a tulajdon 2 perc járt kis túlzással. Enze Minkó, jó a befejezés. És elveszik a játékvezetők a labdát, a Siófok támadhat, így van. Elvették a labdát a Váctól, 25-24, újból lehet egyenlíteni. Legyen meg az egyenlítés, aztán lehet támadni majd a vezetésért egy jó védekezés után. Belül az utolsó 10 percen, Damjanovic, lépés. 25-24, egyszerűen ezek a momentumok egyszerűen nem jönnek össze. Nem lehet erre mit mondani. Elszalasztott lehetőség hátán. Hiba az egyik, hiba a másik oldalon. Souza és Lakatos is lemegy. Támadásban ezúttal érkezik. Kácsari Gréta és Kovács. Patrícia. Az időkérések még a zsebben. 8,5 perc a mérkőzés végéig. Egy gólos hazai előny. Kácsor. Kovács jó a váltás, kapja vissza. Le a szélre Jovetićnek. Kovács lő. Hatalmas gól. Labdabal fősőben. 26-24 és fogynak a másodpercek. Damjanovic. Minkó és Geiger beszélnek meg valamit a pályán. Kell a gól. Kell a gól, vagy pedig elmehet a mérkőzés. Geiger, jó a váltás. Bőme le a szélre. Reinhardt teljesen kitáncolt. A labda a hálóban, és ez a fontos. 26-25. Bőme nagyon fontos pillanatban szerzi meg második gólját. Radosavljevic, Kácsor, majd pedig Kovács. Kellene egy jó védekezés. Jovetić.
Mind a két csapat egyébként 30 fölötti mérkőzésenkénti gólátlaggal bír. Elgau lépett ki, szépen akasztotta meg az akciót. Fönn a játékvezető keze passzív. Nem jó beállóba betett labda. Mazák német szedi össze, Damjanovic indít, a labda már Minkónál. Ez egy belemenés. És amikor ott lenne a lehetőség az egyenlítésre, folyamatosan belehibáznak a siófoki játékosok, hihetetlen. A lehetőség megvan, kialakítják, visszajönnek és gyakorlatilag önmaguk rontják el. Kovács, ki kell védekezni. Már csak 6 perc van a mérkőzésből. Kácsor lő, Dedu véd, Damjanovic szedi össze, Austin mehet egy az egyben, nagyon fontos zicser. Jó a pattintott lövés, 26-26. Ebben a pillanatban Szilágyi Zoltán az, aki időt kér. Két mester közül, nála fogyott el előbb a türelem. Illetve ő érzi most úgy, hogy el kell mozdítani valami taktikai tanáccsal a mérkőzést, vagy csak meg kell nyugtatni szimplán a lányokat. Melyik edző, melyik játékos tud előhúzni valami olyat a cilinderből, amelyet a másik még nem ismer? Melyik edző tudta jobban megnyugtatni csapatát? Hatalmas az iram, hatalmas a tét. 26-26, akkor, amikor már kevesebb, mint 6 perc van vissza a mérkőzés végéig. A Vác támadhat, Kovács, Lakatos le a szélre. Rádosávjev is most nem vállalta el, Lakatos megy föl, Dedu véd. A labda marad a Vácnál. Barbara Arenhardt hátulról guggolva nézi az eseményeket. Jó a lőtt passz, jó a szög, és Dedu egyszerűen lehúzza az ejtést. A vezetés megszerzésért támadhat a Siófok. Ott az ittszer Camille Austin és Barbara Arenhardt. Egy újabb elszalasztott lehetőség, egy újabb kihagyott zicser. Egy újabb labdaszerzés, kérem szépen. Bőme roboghat, Damjanovic átfűzi mamát, és ez már benn van. 26-27, kérem szépen! Föl is jegyzem, az 56. perc. Először vezet a mérkőzésen a Siófok, de hát mikor kell vezetni a legvégén? Nagyon izgalmas, 3,5 perc van még vissza. A labda Lakatosnál, kell egy jó védekezés. Kovács. Minkó szerzett volna labdát. Kiállítás már nagyon nem kellene. Kovács. Lakatos vissza Kovácsnak. Hellenbaj. Valakinek lőnie kell. A kapufáról kipattanó labda. Mazák német Csilláé. Meg kell nyugodni. Így van, cseréljünk szépen, és utána föl lehet építeni ezt a támadást. Vezetünk, nyújtani kell a másodperceket, majd pedig az akció végén lövéssel, lehetőleg gólt érő lövéssel kell befejezni ezt az akciót. Tényleg fantasztikus találkozó. A bajnoki tabella 4. és 5. helyezettje, méltó mérkőzés. Geigertől egy zseniális bemutatkozás, Bőmétől pedig egy lövés, majd pedig egy Arenhardt védés.
nem dől el semmi, 26-27 továbbra is. A labda Lakatosnál Kovács. Kovács elpasszolja, azonban szabálytalankodtak vele szemben. A folytatást illetően a Vásznak nagyon nehéz a sorsolás. Az elején említettem, hogy még nem találkozott a nagyokkal. Hát most sorozatban következik majd a Győr, az Érd és a Ferencváros. És még vissza lesz a Dunaújváros is. Csak szabad dobás, Joveticcsel szemben a falt. Míg a Siófok legközelebb, jövő évben január 6-án szombaton az Alba Fehérvár ellen játszik majd hazai pályán. Azt követően pedig január 14-én vasárnap Budaörsre utazik a csapat. Érkezik Szamoránszki, egy három gólos, mind a hármat egymás után szerezte az első fél idő derekán. Ez belemenés, gyönyörű védekezés Kamil Austintól, kérem szépen. Kevesebb, mint 3 perc van a mérkőzésből, de még nagyon sok a hátra lévő idő. Egy góllal vezet a Siófok, az a csapat, mely az 56. percben vezetett először a mérkőzésen, és a találkozó folyamán kétszer is volt 5 gólos hátrányban. A labda Geigernél, Minko, majd pedig Damjanovic. Nyilvánvalóan elnyújtja ezt az akciót a Siófok, de azért kellene egy ritmusváltás, kellene az ütem. Elgaui, Geiger. És Geiger az, aki vét egy technikai hibát, visszaadja a labdát a Siófok a Vácnak. Továbbra sincsen döntés. Radosavljevic 7 méteres. Bőme gyakorlatilag szinte hozzá se ért. Ez van. Herceg Péter és Süli Péter, a játékvezetői duó. Úgy döntött, hogy 7 méteres következik. Zúga Dedu Dedu, Siófoki oldalon. Szóza egyenlít. De Szóza 9 gólos. Jól lőtte a mai mérkőzésen a 7 métereseket, egyet kihagyott. Egy épp, hogy csak beszúszott, de ezt leszámítva nagyon magabiztos volt. Másfél perc van a mérkőzés végéig, a Siófok támad. Góllal kell befejezni ezt az akciót. Kamil Austin, ki lesz az, aki elvállalja? Kiben van ott a lélekjelenlét? Minko, Arenhardt véd. És egy 2 perces kiállítás, de a labda maradhat. De Szózát küldik le. A labda viszont marad a Vácnál. Szilágyi Zoltán is szétett karral értetlenül néz. 1 perc 24.